ami segítségünk jöjjön az Istentől, aki teremtette az egeket és a földet. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mindenkinek jó reggelt kívánok. Örülünk a visszajelzéseknek. Lehet hallani bennünket? Ugyanis volt egy hirtelen átállás. Az egyik kameránk az mutatott nekünk egy újabb viccet, úgyhogy most vissza kellett lépnünk egy picit a telefonhoz, de ha lehet bennünket hallani, akkor jó. Ígértem nektek, hogy kinyílnak a virágok, részben betartottam az ígéretemet, illetve a virágok tartották be, meg a Jóisten, aki így teremtette ezeket a virágokat, de megint mondom, ha jöztök jövő héten is, akkor már teljes egészében ki fognak nyílni, nagyon szépek, a ti tiszteletetekre van. Úgyhogy remélem, hogy tetszik, és a kép is jó, és láttok is bennünket. Köszönöm szépen, Zsuzsi, jó a hang, örülök neki. Hát akkor énekeljünk, ha jó a hangunk, mégpedig a 428. énekünkkel fogjuk dicsérni az Urat. 428. énekünk az No minden népek, dicsőítsétek az Istent vígan. Hozok egy énekes könyvet magamnak. A 428. ének, ritkán szoktuk énekelni, énekeljük az első és a harmadik verseket, jó? Tehát 428, no minden népek, örvendezzetek és tapsoljatok, és a harmadik, ime az Isten szépen felményen, tehát így kezdődik a 428. No minden népek, örvendezzetek az első, és a harmadik, ime az Isten szépen felményen. Gyertek testvérek, imádkozzunk, hajtsuk meg fejünket és könyörögjünk. Mindenható Isten, a te áldásodat kérjük erre a mai alkalomra, erre a mai Isten tiszteletre. Azt kérjük tőled, hogy kapcsolj össze bennünket, hogy noha egymástól távol vagyunk, mégis közösségben lehessünk. Igéd és szent lelked által egymással és közösségben lehessünk benned. Kegyelmedbe, irgalmadba ajánljuk ezt a szétszóratott kis nyájat, azokért is könyörgünk, akik távolról kapcsolódnak bele, azokért is könyörgünk, akik később fognak bele kapcsolódni ebbe az Isten tiszteletbe. Add, hogy ez a nagy közösség, ez valóban a tied lehessen, és része lehessen annak a seregnek, melyet a világ kezdetétől fogva
te gyűjtesz, védelmezel, oltalmazol és megtartasz. A te igédet, a te igédnek szavát, áldását, szent lelkednek vigasztalását add mindannyiunk számára. Krisztus Jézusban, a mi Urunkban kérünk, hogy hallgass meg minket, áld meg Isten tiszteletünket. Ámen. Testvérek, a 135. énekünkkel dicsérjük az Istent. 135. énekünk az ige hirdetés előtt. Ez pedig így kezdődik, megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene, tehát a 135. ének megáll az Istennek igéje. Testvérek, az ige mára egy jól ismert és nagyon szép ige a Filippi beliekhez írott levélből, a Filippiekhez írott levél 4. fejezetéből olvasok egy pár verset, a 4. fejezetnek a 4. versétől kezdődően. Hallgassuk Istennek igéjét figyelmesen és alázatos lélekkel, a Filippi 4. verstől kezdődően. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért si aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Testvérek, ezzel a szép igével kívánok nektek egy szép vasárnapot, ebben a különös és furcsa időben. Azon gondolkodtam az elmúlt héten, hogy vajon kötelessége, lelkiismereti kötelessége, vagy szükségszerűsége az, hogy a keresztény ember, a hívő ember mindig és mindenkor, minden körülmények között jól érezze magát. És megfogalmazódott bennem a válasz, hogy nem. Mi is alá vagyunk vetve külső hatalmaknak és belső emberi tényezőknek, és lehetetlen lenne elvárni tőlünk, hogy mindig és minden körülmények között kiegyensúlyozottak és boldogak legyünk. Néha mi magunk is megkeseredünk, néha mi magunk is felfortyanunk, elönt bennünket az indulat, a harag, a dű, hiszen olyan sok minden van körülöttünk, és olyan sok minden van, ami lecsapódik bennünk, ami döntő módon befolyásolja az életünket. Egy hamus illúzióval kell leszámolni tehát. Rendben van az, hogy nem vagyunk mindig rendben. Ugyanis nagyon sokszor a keresztény ember
saját maga számára túl magasra állítja a mércét. Azt gondolja, hogy ő teljes egészében védett és óvott mindenféle külső behatástól, ezért neki kötelessége ergo szinte lelkiismereti teher mellett, kötelessége jól lenni. Ez nincs így. Időnként nekünk is vannak belső összeomlásaink, vannak gondjaink, aggodalmaink és félelmeink. Ezeket letagadni, ezekkel nem szembenézni, nem azt jelenti, hogy megoldjuk a bajt, hanem azt jelenti, hogy egyre tovább, egyre távolabb tesszük a bajt, és egyre távolabb kerül az a pillanat, amikor szembenézünk önmagunkkal, saját fogyatkozásainkkal, saját helyzetünkkel, és akkor már lehet, hogy olyan nagy lesz a baj, hogy azt nem tudjuk elhordozni. Úgyhogy teljesen természetes, drága testvéreim, hogyha ebben a különös világban, főleg ha itt éltek velünk Melbourneben, ebben a bezártságban, időnként depressziósak, időnként szorongóak, időnként aggodalmaskodóak vagytok, tessék ezzel szembenézni és úgy nézni erre, mint az életnek egy természetes velejárójával. Lehet ezt így kezelni, és ha így kezeljük, és ha így nézünk vele szembe, akkor esetleg elkerülhetjük azt, hogy ezek a gondok, ezek a szorongások, ezek a nyomorúságok úgy megnőjenek, hogy egy idő után összeroppanjunk alatta. Lehet ezek ellen valamit tenni. És ez a második pontja ennek az ige hirdetésnek. És itt kapcsolódik elsősorban az igéhez. Az első pont az a valósággal való szembenézés volt. A Biblia soha nem kéri tőlünk azt, hogy álomvilágban meneküljünk. Tessék szembenézni a gondokkal. De ezekre a gondokra az írás, a szentírás, az isteni kijelentés mindig ad megoldást. És itt most jöjjön az első vers az igéből. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Nagyon praktikus tanács. Össze kell raktunk úgy a napjainkat és az életünket, hogy a szorongásaink mellett örömünk is legyen. És ezért az örömért valamit tenni is kell. Én nem tudom, hogy neked mi okoz örömet. De ami neked örömet okoz, legyen az zene, legyen az tánc, legyen az könyv, legyen az egy kutya, annak a sétáltatása, vagy legyen egy hobbi, azt erőnek, erejével csinálni kell. Még akkor is, ha nyomorúságban, szorongásban vagy. Erőnek, erejével tennünk kell a jót. Nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ne adjuk fel. Nem szabad. Valami gond van? Közben valaki bejött a templomba, amint csodálkozunk, hiszen nem kellene. Csak egy pillanat. Hivatlan látogatóink voltak? Na, akkor rendben van. Jó. Azért néztünk, ha nem értitek a helyzetet, mert nem szabad senkit legyen. Tehát ezért néztünk ilyen megrökönyödve. Úgy néz ki, hogy nyitva hagytam én az ajtót, és a szél, egyébként szélvihar van, és mozgatja a dolgokat, és nem akartuk, hogy bajba kerüljünk, hogy valaki bejön, és akkor abból gond legyen. Na szóval vissza a történethez, vissza a tanításhoz, az ökkenő után. Szóval tessék tudatosan élni. Van gond, szembenézek tudatosan. Lesz holnap is, holnap már lehet, hogy ismerősként köszöntöm. Igen, ez az a szorongás, melynek oka a bezártsága, melynek oka a külső helyzet, és ezzel nekem tennem kell. Örüljetek mindenkor, és megkeresem az örömnek azt a forrását, ami számomra lelki felüdülést ad. És nem mondja senki, hogy nincs olyan, amit szeretne. Mert mindenki szeret valamit. Lehet, hogy már rég nem csináltad. Lehet, hogy már úgy belefásultál az életbe. De próbáld meg újra. Vedd elő azt a könyvet, tedd fel azt a lemezt, hallgasd meg azt a zenét, járd el azt a táncot, simogasd meg azt a virágot a kertben. Ha a kertedben minden virág meghalt, akkor menj és kérj a szomszédasszonytól egy virágot és ültesd el. Nekem mindegy, hogy mi az, de tegyél valamit. Ne hagyd magad. Ha elengedjük magunkat, akkor nem kell csodálkoznunk, hogy baj lesz belőle. Tessék tudatosan élni. A második tanítás. Ahogy mondtam a bevezetőben, időnként elkap az indulat és elkap a dű. És ez nagyon könnyű kiönteni magunkból. De ha kiöntjük magunkból a dűt, az elkeseredést, azzal nem a megoldásnak leszünk a részei, hanem a problémának. Mit mond az ige? Mit mond a mai ige? A ti szelíd lelkűségetek
ismert legyen minden ember előtt. Tudatosan tudunk válaszolni a bennünket érő impulzusokra, a bennünket érő hatásokra. Lehet tudatosan élni. És meg lehet próbálni szelídséggel válaszolni. Az elmúlt héten én magam olyan ideges voltam, abban a helyzetben, amiben vagyunk, persze ez természetes. Eszembe jutott egy film. Azt mondtam magamnak, hogy jó, én most nem idegesítem többet magamat, hanem megnézem azt a filmet, ahol tanultam valamikor nagyon rég erről a helyzetről valamit. És megnéztem Gandhi életét. Meg lehet venni, nem kerül olyan nagyon sokba, egy pár dollárba, ha itt élsz velünk Melbourne-be, akkor nem hiszem, hogy gondot okozna neked. Gandhi élete, azt hiszem 4 dollárért megveheted és megnézheted. És megnézheted Gandhi életében azt, hogy hogyan lehet válaszolni a külső elnyomásra, a külső igazságtalanságra, a bántásokra programatikus szelíd lelkűséggel. Nem könnyű. Nagyon sok gyakorlatot, nagyon sok önfegyelmet igényel, de nem lehetetlen. Gandhi pont azt mutatja meg az életében, hogy az erőszakra nem kell erőszakkal válaszolni. Az igazságtalanságra nem kell lázadással válaszolni, hanem passzív rezisztenciával, szelídséggel mindent le lehet győzni. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Hogy ismer a szomszéd? Hogy ismer téged a munkatársad? Hogy ismer téged a barátod? Vagy hogy ismer téged az ellenséged? Úgy, ahogy a te szelíd lelkűséged ismert, vagy pedig úgy ismer, mint egy dühöngő, vulkanikus embert. Ha úgy ismer, mint egy dühöngő, mint egy vulkán kitörésekkel teli embert, akkor része vagy a problémának, és nagyon messze vagy attól, hogy megoldást hozza a világ számára. De menjünk tovább. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. Az aggódás. Sokat gondolkodtam Jézusnak a tanításán a hegyi beszédben. Ott, ha olvasátok a hegyi beszédet, akkor azt mondja Jézus, hogy elég minden napnak a maga gondja. Ne aggodalmaskodjatok, mondja Jézus a hegyi beszédben. És ugyanezt a gondolatot ismételi meg itt Pál apostol. Mit jelent ez? Éljünk felelőtlenül? Nem. Az aggodalmaskodás azt jelenti, mikor az ember olyan problémákat akar megoldani, amelyek nincsenek a hatalmában. Nézzétek meg, miért szoktatok aggódni. Legtöbbször olyan dolgokért, melyekért nem tudtok semmit sem tenni. Mely meghalad, fölülhalad titeket. És ez a bennünket fölülhaladó, hiszen közös ez a sors, én is osztozom ebben, tehát ne értsetek félre. Ami fölöttünk van, az lebénít bennünket. És ezért nem tudjuk megtenni azokat a dolgokat, amiket viszont meg kellene tenni. A ne aggodalmaskodjatok, vagy ne aggódjatok, az nem azt jelenti, hogy a kis dolgokat, a mindennapi dolgokat nem kell megtenni, hanem azt jelenti, hogy amihez nincs közöd, amiben nem tudsz beleszólni, azért ne aggódj. De cselekedd meg mindazokat, elég minden napja a maga gondja. A mai gondokat ma meg kell oldani, amikor Jézus azt mondja, hogy minden napnak elég a maga gondja, nem azt mondja, hogy ne törődj a mával. Amit ma kell megoldani, meg kell oldani. Testvérem, barátom, ha elromlott a kertkapu, akkor azt ma kell megoldani. Kell venni a csavarhúzót, kell venni a kalapácsot, kell venni a szeget, a fúrógépet, oda kell venni és meg kell csinálni. Nem kell hónapra hagyni, mert hónapra már kidől a kerítés is. Tetszik érteni? Ha csepeg, esik be az eső, mert luk lett a tetőn, akkor fel kell menni, és ezt a lukat be kell foldani. És nem kell arra gondolni, hogy rossz a világ, és az életnek nincs értelme, és úgysem kell megcsinálni, mert úgysem lesz semmi, mert akkor egy nagyobb lesz a luk, és a végén nem lesz háza, összedől minden körülötted. A kis dolgokat, amiket az Isten ránk bízott, azt oldjuk meg. Be vagyunk zárva, be vagyunk kerítve, be vagyunk rekesztve, mondhatnám így is. Szerintem most Melbourne-ben van a legcsúnyább korlátozás, az emberi szabadságot teljesen semmibe vevő korlátozások vesznek körül bennünket. Ezt csak azoknak mondom, akik nem élnek velünk, vagy nem élnek körülöttünk. Ez az az idő, amikor a kis dolgokat meg kell csinálni. Meg kell javítani a könyves szekrényt, meg kell javítani a csapot, le kell vágni a füvet, a kutyapajtának az ajtaját meg kell igazítani. Nekem mindegy, hogy mit. A kis dolgokat meg kell tennünk.
hogy lekössük egyrészt az energiáinkat, és ne csak a hülyeségeken gondolkodjunk, másrészt az aggodalmaskodás ellen a cselekvő, aktív élet a megoldás. Ha túl sokat gondolkodó, és itt lehet, hogy magam ellen beszélek, mert én ebben a bűnben gyakran benne vagyok, ha túl sokat gondolkodó, akkor elkezdesz aggodalmaskodni. A kis dolgokat meg kell cselekedni. Ne tessék aggódni, a kis dolgokat meg kell oldani. És ami nagy dolog, amire megoldást akarunk és nincs erőnk, azt imádságban és könyörgésben az Isten elé kell vinni. Ha valamit nem tudsz megoldani, és rengeteg ilyen dolog van az életemben, a tiédben is gyanítom, ne hanyagold el, tessék imádkozni érte. Tessék imádságban azokat a kérdéseket feltenni az Istennek, amelyek életbevágóan fontosak, és nem tudod megoldani, és releváns számodra. Mert lehet imádkozni a világ békéért, meg lehet imádkozni ilyen általános dolgokért, de az Úristen nem ezt kérdezi. Azt kérdezi tőled, hogy Sanyi, mi a problémád, amit nem tudtál megoldani? Mi az, ami nagyon fáj? Azt mondd el nekem. Ez ilyen egyszerű. Ezeket a dolgokat át kell adni az Istennek. Vannak dolgok, amiket mi nem tudunk megoldani. És ha megpróbáljuk, csak belefeszülünk. Ezeket a dolgokat könyörgésben és imádságban fel kell tárni az Isten előtt. És akkor a következő vers, a záró vers. Ígértem, hogy rövidebb prédikációkat fogok mondani. Úgy látszik, hogy ezt be fogom tartani. Ha mindezt meg tudjuk tenni, ha szembenézünk a valósággal, és nem dugjuk a fejünket a homokba, ha a kis dolgokat, amiket az Isten ránk bízott, meg tudjuk cselekedni, ha megkeressük az örömnek, azokat a forrásait tudatosan megkeressük, és itt nagyon hangsúlyos ez, megkeressük az örömnek azokat a forrásait, amelyeket az Isten ott hagyott, elrejtett a mi életünkben. Ha a nagy dolgokat, a bennünket meghaladó, de számunkra életbevágóan fontos dolgokat könyörgésben az Isten elé visszük, akkor annak van egy következménye, egy nagyon-nagyon fontos, mondhatnám így is, kettős következménye. Az Istennek békessége, mely minden ember értelmet felülhalad, és majd részletesen, vagy egy kicsit részletesebben kibontom, hogy mi ez, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Három dologról kell még beszélnem. Az Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad. Meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat. Először beszéljünk az Istennek békességéről, mely minden ember értelmet meghalad. Emberileg nézve, és kizárólag csak a mi létezésünk síkján, és a mi valóságunknak a szorításában élve és gondolkodva, az élet abszurdnak és értelmetlennek is tűnhet. Az élet valóban tele van nehézségekkel, tele van tragédiákkal, tele van igazságtalanságokkal. Ha csak ezt látom, akkor ne csodálkozzak azon, hogy befele fordulok, aztán magam ellen fordulok, az egész világ ellen fordulok, és a létezés ellen fordulok. Mert akkor csak azt látom, amit emberi szempontból, emberi szemmel látni lehet, a valóságot. Azt a valóságot, mely oda van kötve az anyagi létezéshez. Itt minden mulandó, itt nincs állandó városunk, innen nekünk menni kell. A földi sátorházunk, hogy Pálnak egyik kifejezését használjam, előbb-utóbb elbomlik, innen menni kell. De van ennél több. A létezésnek van egy spirituális dimenziója is. És ott van az Istennek a békessége, amelyik azt mondja, hogy lehet, hogy sok mindent most nem látsz és nem tudsz. És lehet, hogy néha beleszaladsz olyan helyzetben, amely tragikusnak tűnik, és amelynek az ellentmondása feloldhatatlan. De van egy lelki spirituális dimenzió, amelyben mindezek majd megválaszolásra kerülnek, ahol mindezek a kérdések vagy kérdőjelek felkiáltó jellé változnak majd. És majd megtudom, hogy mi volt az oka annak, ami itt tragikusnak, értelmetlennek, vagy abszurdnak tűnt. Mert van egy másik létezés. A létezésnek van egy másik síkja is, ahol az Istennek békessége uralkodik. És ebből a békességből valamennyit itt megkóstolok, valamennyit itt is megtapasztalok, és ezáltal ez a világ,
a maga abszurditásaival, vagy látszólagos tragikusságával is élhetővé, szinte azt mondtam, hogy fogyaszthatóvá, de ez nagyon rossz kifejezés, élhetővé válik. Az Istennek békessége megőrzi, és mindjárt beszélek a szívről, és beszélek a gondolatokról is. Megőriz bennünket ebben a világban. Most ezért fontos, ezért döntően fontos az, hogy legyen hited. Hit nélkül nagyon nehéz élni. Én nem vitatom, nem vonom kétségbe senkinek a jogát, hogy nehezen éljen, hogy szenvedjen. De hittel könnyebb, hittel szebb, hittel teljesebb. A hit nem valamit elvesz, hanem valamit hozzáad. Én mindent látok a valóságból, sőt, néha túl sokat is. A hit az csak egy extra dimenzió ez a valósághoz. Egy másik megvilágítási pont, egy másféle látás. Miről beszéltünk a múlt héten? A test lámpása a szem. A hit az egy látás, a valóságnak egy látása. A hit az egy vetítés. A belső lelki értékeimet is rávetítem a rideg valóságra, és a rideg valóság hirtelen egy picit melegebbé vagy elfogadhatóbbá válik. És az én belső lelki valóságomat a Szentlélek, az Isten táplálja. Szóval az Isten békessége ott van. És mit őriz meg? Ez a másik két gondolat, amit el akartam mondani. Szíveteket és gondolataitokat. A szív az az ember érzelme. Az ember érzelmi élete a Bibliában. Nagyon fontos, hogy az érzelmi életünk az rendben legyen. Megőrizze az érzéseinket. Az érzéseinknek a skálája rendkívül bő. Az elvakult gyűlölettől az önfeláldozó szeretetig tart ez a skála. Az elvakult gyűlölettől az önfeláldozó szeretetig. Nem mindegy, hogy milyen az életünk. Isten megőrzi a mi érzelmi életünket. Megőrzi attól, hogy kicsúszson az elvakult gyűlöletbe, az elvakult haragba, az elvakult önpusztító és mást is elpusztító gyűlöletbe. És arra vezet, hogy egyre inkább önfeláldozó legyen. Hogy mondta Jézus, ha valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Valaki elveszíti az ő életét, megtalálja azt. Az önfeláldozó élet az az értelmes élet. Az értéket teremtő és az értéket megtartó élet. Isten megőrzi a mi érzelmeinket. Ne uralkodjon bennetek a harag. Hogy szoktuk mondani úrvacsora? Jöjjétel után. Miért elbocsájtanánk benneteket, kérünk és intunk titeket. Istennek szeretetét hiába valóvá ne tegyétek, és ne uralkodjék bennetek a harag. Nagyon-nagyon fontos, hogy mi van bent a szívben, a szív. Az emberi érzelmeknek a központja. Legyen ott szeretet, legyen ott önfeláldozó szeretet. Keresd meg azt az ügyet, azt a célt, amiért fel tudod áldozni a te életedet. Ez nem azt jelenti, hogy eldobod az életedet, hanem szolgálsz egy nagy és szent ügyet. Egy nagyobb ügyet, mint a te kis dolgod, mint a te kis bezárt valóságod. És a második dolog, amit meg fog őrizni, meg fogja őrizni gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Az intellektuális életünk, a gondolataink. A gondolataink néha elszabadulnak, és olyan dolgokat is gondolnak, és olyan dolgokat is hoznak szintézisre, melyek életellenesek, melyek pusztítóak. Az agyad, a gondolataid, az intellektusod önmagad ellen tud fordulni. Nézzétek meg, amikor valaki egy teljes cinizmusba süllyed. Vagy nézzétek meg azokat a sajtótermékeket, vagy azokat a fórumokat, ahol a nihilista cinizmus, az abszurd életpusztító gondolatoknak a tivornyája, fesztiválja ül, tort az értékek felett. Hát oda akarunk kerülni? Önmagunknak akarunk az ellenségei lenni? Oda dobnánk az eszünket, a gondolatainkat, az intellektusunkat ezeknek a sátáni erőknek? Nem, barátaim, nem, testvéreim. Hát ezért fontos ez a recept, amit felírt nekünk Melbourne-i vagy Viktóriai. Bocsánat, kizártam a vidékieket, Viktóriában mindenki lassan be van zárva. Szóval ez a recept, hogy hogyan viseljük el normálisan, értő fejjel, érző szívvel azt a helyzetet, amiben vagyunk. És amikor a túlsó fele lesz, amikor kijövünk majd az alagútból, akkor egészségesen jövünk ki, és ami ott vár bennünket, és amiről most semmit nem tudunk, majd megoldjuk ott a problémákat. Én mindig azt szoktam mondani, hogy
És ezt legalább ezt megtanultam, hogy tudom gyakorolni, hogy a holnapi dolgokért holnap nagyon mérges leszek, vagy nagyon fogok aggódni, de most nem vagyok hajlandó. Hogy mi lesz a járvány túlsó végén, hogy mi lesz a gazdasággal, hogy mi lesz a munkával, hogy mi lesz a gyülekezettel, hogy mi lesz a családdal, hogy mi lesz ezzel is, azzal is, amazzal. Persze, tudom, ezernyi kérdés, de nem akarok értük most aggódni. Majd aggódni fogok, amikor kijöttem az alagútból, és akkor szembenézek velük, és ahogy Jézus mondta, amelyik napra az a probléma esik, majd szembenézek és megoldom. Elég minden napnak a maga gondja. Szóval testvéreim, a recept, ahogy az orvos fel szokta írni, úgy írom fel nektek most. Örüljetek! A ti szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt. Ne aggódjatok semmit. Tegyétek meg azt, amit meg tudtok tenni. És amit nem tudtok megoldani, az bízzátok könyörgésben és hálaadásban az Isten elé. Tárjátok az Isten elé, ahogy az ige fogalmaz. És ha ez megvan, az Isten békessége megőrzi, az a békesség, amelyik fölülhalad minden emberi gondolat, megőrzi szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Testvérek, imádsággal válaszolunk az igére, és utána énekelünk. Gyertek, imádkozzunk. Mindenható Isten, a te áldásodat kérjük kis közösségünkre, gyülekezetünkre, magunkra. Köszönjük, hogy igédben vigasztalást, igédben oltalmazást ad számunkra. Hát, hogy a felírt receptet, a felírt lelki táplálékot, azt el is tudjuk fogadni. Hát, hogy ne aggodalmaskodjunk fölöslegesen. Hát, hogy megkeressük az örömnek azokat a forrásait, amelyek még mindig itt vannak, és még mindig körülöttünk vannak. És hát, hogy ne próbáljuk meg megoldani azt, ami nem a mi dolgunk, vagy felette van a mi erőnknek. De ne add és ne engedd, hogy közömbösek legyünk. Hát, hogy ezeket a dolgokat, az igazán nagy dolgokat, a bennünket és a világot érő nagy dolgokat is imádságban, kérésben tárjuk fel a te színed előtt. És köszönjük az ígéretet, hogy megőrzöd érzéseinket, érzelmeinket, és megőrzöd a mi gondolatainkat is a Krisztus Jézusban. Krisztus Jézus kegyelmébe ajánljuk beteg testvéreinket. Ma is imádkozunk mindenkiért, aki ebben a különös nehéz helyzetben kórházban van. Hiszen még látogatókat sem fogadhat. Imádkozunk a betegekért, imádkozunk, akik értük aggódnak. Imádkozunk ma is Laci testvérünkért, imádkozunk egy másik testvérért, aki szintén kórházban van, de aki a közeljövőben haza tud menni. Gyógyítsd meg, erősítsd meg őket. Imádkozunk azokért, akik oda-haza gyógyulnak. Külön imádkozunk főgondnok testvérünkért is, aki oda-haza van most már. Köszönjük, hogy te szeretsz bennünket, és te gyógyítasz bennünket. Tarts meg és őrizd meg minket, adjál szóló testvéreinknek vigasztalást, megrendült hitű testvéreinknek megerősítést, hogy ne adjuk fel, hogy higgyünk, és a hit által megmaradhassunk. Ezt kérjük tőled Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ámen. Testvérek, csendben mondjuk el a személyes imádságot, utána pedig az Úr Jézus imáját mondjuk el, odahaza ti hangosan, én is itt a templomban hangosan veletek együtt. Legyen áldott az Isten, aki meghallgatja a mi könyörgésünk szavát. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség most is mindörökké. Ámen. Testvérek, az
utolsó énekünk, egy nagyon szép ének, 427. 427 az énekeskönyvünkben. Uram, segíj, törékenyek vagyunk, és szerintem beleférünk. Attila, elénekelhetjük mind a négy verset? Legyen mind a négy vers, mert időben jól állunk. Ígértem, hogy rövidebb lesznek a prédikációk, vagy rövidebbek. Betartottam. 427. Uram, segély, törékenyek vagyunk. Testvérek, hirdetések. Szomorú, de nem sok gyülekezeti hirdetést tudok mondani. Azon kívül, hogy ilyen nagy dolgokat ígérek meg, hogy jövő hétre még több lilium ki fog nyílni, hogy gyertek vissza és nézzétek meg. Ígérem azt, hogy ha élünk és jól vagyunk, akkor jövő héten is lesz online istentisztelet. Ígérem azt, hogy szerdán lesz bibliaóra. És jövő héten lesz talán több alkalommal is ilyen beszélgetés. Jövő pénteken este mindenképpen szeretnék egy ilyen zoomos beszélgetést tartani a bezártságban. Már tartottunk egy pár alkalommal, amikor megittunk vagy egy pohár bort, vagy egy pohár sört, vagy egy teát, vagy bármi csésze teát, egy kicsit elbeszélgettünk. A Melbourne-i testvéreket hívom arra, hogy kukkintsanak rá néha a gyülekezet Facebook oldalára. Kísérletezek azon, hogy a Messengeren, hiszen többen nem ismerik a Zoom-ot, illetve nem szeretik,
Megnézzük, hogy a Messengeren lehet-e ilyen, szerintem lehet, és hogy hogy lehet, és hogy mekkora létszámmal lehet. És akkor szervezünk ilyen kisebb beszélgetéseket, hogy esténként egy fél órát, vagy egy órácskát beszéljünk egymással, hogy meg ne őrüljünk magunknak, jó? Úgyhogy azt javasolom nektek is, hogyha gond van, baj van, nyomor van, akkor fel lehet hívni engem is, fel lehet hívni egymást is. Azt az egyet ne csináljuk, hogy magunkban aggodalmaskodunk, mert abból semmi jó nem jön ki. Úgyhogy igyekszem ilyen beszélgetés alkalmakat szervezni. Jövő héten nem kell ez hosszú legyen, egy fél óra, óra, minden nap. Mindenki elmondja, hogy mit csinált, mit főzött, mit szeretne, és megyünk tovább az élettel, jó? Úgyhogy vigyázzunk egymással, ne aggodalmaskodjunk fölöslegesen, a rémhíreket ne terjesszük, mindenki legyen kedves, szelíd lelkű, ahogy az írás mondja, a törvényeket tessék betartani, nem mi találtuk ki, nem kell föltétlenül mindennel egyetérteni, én kétségtelenül nem értek egyet sok mindennel, de attól még, mint keresztény ember, a törvénynek a betartását mindenkinek a szíves figyelmébe ajánlom. Tessék józannak lenni, tessék megfontoltnak lenni, tessék nyugodtnak lenni, és akkor nem lesz semmi baj. Amit nem szabad, azt ahogy még egyszer szeretném mondani, megijedni nem szabad, egymást ijeszgetni nem szabad, rémhíreket meghallgatni, terjeszgetni nem szabad. Minden jól van, minden jó lesz, a túlsó felén pedig majd örömmel fogunk együtt lenni a templomba, és olyan sokan lesztek, olyan sokan leszünk, hogy nem fogunk beférni. Na, mit szóltok hozzá? És készítünk egy jó ebédet, szerintem Misi otthon már feni a késeket, én majd főzök nektek egy jó levest, Misi csinál egy jó rántott húst, azt akkor jó lesz nekünk. Na, ez a terv, jó? Úgyhogy tessék kitartani, aki beteg, az gyógyuljon, aki elkeseredett, az beszéljen velünk, imádkozzon a Jóistenhez, keresse meg szeretteit, és mindenki csináljon valami olyasmit ma délután, amit szeret, és ami örömet okoz. És ugyanígy holnap is, és holnap után is, jó? És ami bosszúságot okoz, az kerülni kell. Na, elég ebből, szerintem tudjátok, hogy mit kell tenni. Igyekszem én is ezt tenni, legyetek jók, ha tudtok. Nem ígérem, hogy jövő hétre hajat vágatok, mert ugye be vannak zárva a borbélyok is, látom itt a képen, hogy lassan olyan leszek, mint egy berszán, de ez a legkisebb gondom most. Utolsó énekünk a himnusz, legyetek jók, nem hiszem, hogy elfeledkeztem volna bármiről is. Jaj, még egyszer mondom, tessék nekem írni, amikor megemlékezések vannak, elhunyt testvérek. Tessék nekem szólni, ha valaki beteg. Nem tudunk látogatni, nem szabad, de imádkozni tudunk minden betegért. Tessék nekem megmondani azt, ha szabad valakiért név szerint imádkozni a templomba, ha pedig nem, akkor tudjátok, hogy benne vagytok abban az imádságban, ami a betegekért szól, de ha szabad valakiért név szerint könyörögni, örömmel, mi hiszünk az imádság gyógyító és erőt adó hatalmában. Tessék bennünket kérni. Másik dolog, utolsó kérdésem tényleg a himnusz előtt. Sokan vagyunk együtt, persze ilyenkor 54-en vagyunk éppen most, 60-an szoktunk együtt lenni, aztán utána több százan még becsatlakoznak. Én nagyon örülök azoknak a százaknak, vagy akár ezreknek is néha, akik akár egy másodpercig is rátekintenek erre az Isten tiszteletre. Ha akartok velünk kapcsolatban lenni, nekem lehet nyugodtan írni privátba, a nevemet nagyon könnyen megtaláljátok, de lehet a gyülekezet oldalára is írni. Lehet kérni tőlünk énekeket is az énekeskönyvből, hát nem minden ének van meg a mi énekeskönyvünkben. Lehet kérni igét is, hogy esetleg arról prédikáljunk, én minden kérésre hajlandó vagyok, odafigyelni, és ha tehetem, akkor meg is hallgatom. Jó? Úgyhogy beszéljetek velünk, szükségünk van rátok, hogy tudjuk azt, hogy vagytok, és hogy van értelme annak, amit csinálunk. Köszönöm szépen, gyertek, énekeljük a nemzet imáját, Isten áld meg a magyart!
Atyának, az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme legyen veletek. Ámen. Na megyek, kikapcsolom, most oda kell ballagnom a kapcsolóhoz.